Ja. Ki ismeri az MRT szinkronos csapatot? Hát itt nagyon sokan vannak, tök jó. Én egyébként én most hallottam róluk először, és aztán rájuk néztem, és döbbenetes, hogy milyen jól csinálják. Az MRT egy nem hivatalos szinkron készítő rajongók csapata, akik tehetségükkel és gyakorlatilagosságukkal szereztek hírnevet működésük első évében. Projektjeik, kedvenc műsoraik, rajzfilmjeik és animéik parodizálása és szinkronizálása. Fogadjátok őket nagy szeretettel! Itt a negyedik. Csak be vannak megkapcsolva, vagy be kell kapcsolva? Nem kell, ne, majd itt bekapcsoljuk. Sziasztok! Üdvözlöm a 2022-es Fantasy Expo közönségét. Nagy örömmel nyitom meg az MRT Studio első élő fanszinkron kerekasztalát, amiben szinkronos tapasztalatainkról, terveinkről hallhattok. Először is felkonferálnám a részlevőinket. Itt van velünk legelső tagunk, csatornánk egyik sztárhangja, Kudoja, akit Frodo-ként hallhattatok a reklámban, a csatornánál pedig Moxi, Tanjiro, és a Beastars második évadában Pimakun hangját fogja adni. Második vendégünk pedig nem más, mint grafikai fordítónk Csülike, aki egyebek mellett a Beastars projektünkön dolgozik, valamint velem készíti a Doctor Who franszinkron videóinkat is, és hallhatjátok a hangját továbbá a Northlights Production Dream SMP fordításaiban. Ezután köszöntsétek sok szeretettel a Talent Studio egyik végzett tanulóját, Peti Pantit, aki Samunként hallhattatok, valamint Migunó hangjaként van a Beastarsban és sok más mellékszerepünkben. És végül, de nem utolsó sorban, üdvözöljétek sok szeretettel az MRT Studio alapítóját, vágóját, Bencét, akik többek között Hello Babosban Blitzó hangját adja, Beastarsban Legosit, és a reklámunkban nem csak Gandalf hangját adta, hanem még Legolaszét is. Szóval, we have a deal here. Szóval, amint elhelyezkedtünk, átadnám a szót Bencének. Bocsi, csak azért szólok bele, hogy ha piros a nyerén az a gomb, akkor jó. Nem igazán jó. Ó, várj, akkor odaadod neki. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Csúlyi. Akkor újra. Köszönöm szépen. Nos, tehát az MRT Studio az 2020. december 11-én alakult meg, és egészen 2021 tavaszáig Bence MRT néven futott a YouTube csatornán. Ez azért volt, mert a csatornára feltöltött videókban csak az én hangom szerepelt, tehát hogyha volt egy videó, amiben 4-5 karakter szólalt meg, akkor az összes karakternek a hangját én adtam. Mivel szerettem volna őket megkülönböztetni egymástól, ezért játszanom kellett a hangommal. Tehát ezáltal volt, hogy adtam ki vékonyabb, öregesebb, érdesebb, mélyebb hangokat, és hogyha nem is tökéletesen, de ezeket el tudtam sajátítani. Mivel az MRT Studio a 2020-21-es időszakban kezdte meg az aktív pályafutását, nos, ennek oka volt, mert ugyebár a pandémiának ez volt az egyik, hanem legkritikusabb időszaka, amikor is iskolák zártak be, munkahelyek szűntek, meg köztük az enyém is, és ezt gondolom nem csak rám, hanem másokra is igen nagy negatív hatással hatott, és számomra a szinkron ebből kiutat adott, hiszen hihetetlenül jó érzés, hogy ezeket otthon is véghez lehet vinni. Akkor volt egy vágó szerkesztő programom és egy gyengé minőségű mikrofonom, és a saját magam szórakoztatására, illetve a családomnak készítettem videókat, jókat nevettünk rajta. Viszont feltöltöttem egy videót a csatornámra, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban, úgyhogy belekezdtem. Tehát tényleg imádom a szinkront mind a mai napig. Viszont rá kellett jönnöm arra, hogy mégiscsak jobb lenne az egész, hogyha rajtam kívül más is megszólalna. És szerencsémre sokan jelentkeztek hozzám, rengeteg nagyon tehetséges ember,
illetve hát, hogy az egy emberből mellett kettő, nagyon durva kettő, majd ezután 10, 20, 30, és végül a mai nap folyamán már 50 fővel büszkélkedhetünk a szerverünkön, és mindenkinek szeretnénk elegendő szerepet adni, hogy kipróbálhassák magukat a szinkronnak, illetve a fandámnak a világában. Nos, akkor igazából itt lennének a tagjaink, akik most jelen itt vannak. Mindezeket elmondva, akkor Kudolya, először tőled kérdezném meg, aki nem csak egy nagyon tehetséges hangú ember, hanem az egyik legkedvesebb barátom is, hogy számodra mit jelent maga a szinkron, illetve hogy milyen volt az MRT-ben szerepelni, szerepet kapni? Működik? Igen, igen. Na, sziasztok! Számomra a szinkron egyébként mindig is egy nagyon pozitív dolog volt, mert szeretek maradandót alkotni a nézőknek. Mindig is gyerekkoromban elgondolkodtam azon, hogy milyen lenne, hogyha megszólaltatnék néhány karaktert, mondjuk a kedvenceim közül például. És én azért is szeretem a szinkront, mert szeretem a nehéz kihívásokat, és a szinkronizálás nem egy egyszerű feladat alapjáraton. És... hát az MRT-be pedig úgy kerültem be elsősorban, hogy Bencével megismerkedtem, és akkor amint nőtt az ismerettségünk Bencével, annál több szerepet bízott rám, és hát nagyon jóban lettünk azóta. Aztán pedig találkoztam a többiekkel is, rengeteg embert megismerhettem, illetve a szinkron tudásom is nagyon sokat fejlődött azóta. Szóval örülök a csapatnak, mert mondhatni egy második otthonra leltem köztük, és hogyha adnak nekem egy szerepet, akkor azt kötelességemnek vélem felvenni. Köszönöm szépen. Peti, akkor téged is megkérdeznélek, hogy mit jelent számodra a szinkron, illetve hogy milyen volt az MRT-ben szerepelni, szerepet kapni? Engem nagyon régóta érdekelt már a színészet, szinkron színészet, meg így a média világa, és én úgy gondolom, hogy a szinkron az a része ennek a szakmának, amiben a fizikai állapotom nem fog akadályozni, ugyanis én mozgássérült vagyok. Az MRT-ban a Beastars második évad szereplő válogatásánál kerültem be, és egy nagyon érdekes dolog volt, mert egy olyan animének az évadát kezdtük el, amihez nem készült még hivatalos szinkron, szóval... ez egy új dolog volt számomra is, és hát barátokra is feltem ezáltal. Köszönöm szépen. Akkor Csüliket, téged kérdeznélek ugyanezekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen a szót. Számomra a szinkron egyfajta kikapcsolódás a hétköznapokból. Így az egészet, amikor bekerültem a csapatba, csak háttérmunkásként kezdtem el grafikai fordítást végezni, és későbbiekben egy kisebb projektben, két személyes projektben segítkeztem egy Gergesz nevű kollégánknak, társunknak, társunk barátunknak, és ott megszerettem ezt az egészet. Szerettem karaktereknek hangot adni, és annyira jó volt látni, hogy így a végére egy összeáll az egész minden egyes hangfáj egyetlen egy jelenetté, és egy komplett beszélgetés alakul ki a karakterek között a mi hangunkkal. Köszönöm szépen. Akkor Vinni, ugyanúgy téged is megkérdeznélek ezekkel kapcsolatban. Hát jó. Szóval, amit rólam kell tudni, az az, hogy az öcsémmel korábban nagyon sok helyen felléptünk. Iskolaszínpadokon, jótékonysági rendezvényeken, színdarabokban, énekes produkciókban és művészeti fesztiválokon is láthattatok. Nos, nekem ez az egész szinkronizálás szintén a pandémia idején kezdődött. Nekem volt egy elég rossz tapasztalatom 2019-ben, ami miatt nem akartam többet fellépni. Tehát én nagyon gondolkodtam rajta, hogy abba hagyom az egészet, nem fogom csinálni, stb. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy őszintén egy kis csalódás miatt én ezt abba akarom hagyni. Szóval én végül előtt vettem magamon, és elkezdtem saját szinkron videókat gyártani, ilyen kis apró párperces fordításokat, és ennek kapcsán talált meg a Bence is az egyik videóm alá kommentet, és gyakorlatilag a maradék már történt tulajdonképpen, és azt kell, hogy mondjam, hogy számomra egy nagyon pozitív tapasztalat, és nagyon boldog vagyok, hogy a csapat tagja lehetek. Mi is nagyon örülünk, köszönjük szépen. Mint ahogy említettem, már elég sokan, tehát 50-en kb. Összegyűltünk a szerverünkön, így arra döntésre jutottunk, hogy most már a rövidebb videókat felválthatná egy nagyobb projekt is. Így történt, tehát, hogy az egyik tagunk beajánlotta a Beastarsnak a második évadát, és ez azért is volt jó, mert a Beastarsnak a második évadában rengeteg karakter szólal meg, ezáltal mindenkinek tudtunk elegendő szerepet adni, hogy kipróbálhassák magukat.
Én ugyebár a főszereplőnek, Legosinak vagyok a hangja, és hát mit nem mondjak, a legnehezebb szerepem ever. Tehát amikor felvettem hozzá a hangonyomgomat, akkor az egészet újra kellett vennem, mert ő egy nagyon bonyolult karakter, nehéz megérteni, tud egyszerre boldog, bánatos is lenni, de nagyon közel nőtt a szívemhez, és hála jó Istennek volt valaki, aki tudott nekem segíteni a felvétel közben, és ezáltal, amikor kitehettük az első részt, és kaptuk azt a rengeteg pozitív visszajelzést, akkor láttam igazán, hogy megérte a sok belefektetett munka. Úgyhogy nagyon örülök ezzel kapcsolatban. Akkor Kudo, először téged kérdeznélek meg, hogy milyen volt a Beastars-ban egy karaktert megformálni, milyen nehézségekkel bírt? Nos, eddig ugyebár kettő részt publikáltunk a Beastars-ból, és hát ebben a kettő részben volt kettő kisebb, nagyobb szerepem. Az egyik Dom volt, és a másik pedig a második részben lévő alpaka fiú, aki csak a háttérben szólalt meg. Először is kezdjük akkor Dommal. Hát Dom igazából neki nem volt olyan sok mondata, egy darab mondata volt, amit nagyon szomorkásan kellett felmondanom. Igazából még annyit fűznék hozzá, hogy nagyon szerettem az ilyen nyájasan megszólaló karakterek hangját eljátszani, mert nem csak a torkomnak tesz jót, hanem megnyugtat engem. Aztán következik ugye az alpaka fiú, és az alpaka fiú pedig egy olyan jó kis hangnemben szólalt meg, meg olyan erőteljes volt, hogy egy élmény volt eljátszani konkrétan. Aztán ugye nincsen vége, mert ugye van még egy szerepem, aki Pina, az első éves alaszkai vadjuk. Na most, hát a Beastars-ban ő volt eddig a legnehezebb szerep, akit el kellett játszanom, mert ugyanis nagyon sokat megszólal. Sokat szerepel, és hát igen, megvan az egyedi stílusa, amihez tartanom kellett magamat folyamatosan. Let's face it, egy tinédzser díva, tehát. Igen, jól mondja. Tehát ehhez tartanom kellett magamat, és hát nem volt könnyű feladat, meg sokat bajlódtam vele, és remélem, hogy meg lesz a végeredmény, és hogy amint látni fogjátok a harmadik epizódot, tetszeni fog nektek az én szereplésem. És még annyit szerettem volna mondani, hogy azért szeretem ennyire ezt a Jukt, mert hozzám hasonlít. Saját magamat látom benne, úgymond. Köszönöm szépen. Akkor Peti, téged is ugyanezzel megkérdeznélek. Én a Beastars-ban egy mellékszereplő Miguno hangja vagyok, de a későbbiekben több mellékszerepben is meg fogok szólalni. A saját karakterem azért volt számomra könnyű, mert végig a saját hangomon beszélhettem, és ezáltal elkezdődhetett az, hogy kipróbálom magamat ebben a dologban. Utána pedig a mellékszerepeknél pedig azért jó, mert változtathatom akár magas vagy akár mély hangúra. Formálhatom a hangomat. Köszönöm szépen. Ugye Csülike, te már említetted a grafikai fordítást. Vini, neked milyen volt a Beastars-ban egy karaktert megformálni? Hát rólam azt kell tudni, hogy én a sorozatba a szereplőgárda változásokkor érkeztem, és Junót fogom megszólaltatni. És a karakterben az volt jó, hogy igazi, hogy mondjam, tipikusan ez a reménytelen szerelmes, mondja, nagyon szereti Legosit, és rengeteg komikus jelenet fog majd következni belőle, amit én már nagyon-nagyon várok. Érdekességként, hogy én a második részben játszottam ezt, a Báránylent, de ezt átadtam ezt a szerepet Lady-nek, a Geek Life Hungary egyik hangjának. Igen. Rendben, köszönöm szépen. Ugyebár említve volt, hogy Beastars-ban forradalmi újításként bevezettük a grafikai fordítást, viszont ezek mellett még egy másik újítást vezettünk be. Nem hagytuk meg az openinget és az endinget az eredeti verziójában, hanem ezt egy énekelhető verzióban lefordítottuk magyarra. Téged kérdeznélek meg, Vini, aki nagyon sokat segített a fordításban, illetve az openinget is énekelte. Annyit még hozzátennék, hogy az első részben az openinget és az endinget is egy nagyon tehetséges énekesnő, Hina Anna énekelte fel. Bizony, itt is van a közönségben. Tapsoljunk neki! Tapsoljátok meg! A második részben pedig az endinget énekelte, az openinget pedig Vini. Kérlek, mesélj erről. Igen. Szóval azt kell tudni erről az openingről, hogy ugye ez a harmadik részben lett változás, és az öregesünkkel, Call Me Daddy-vel fordítottuk le újra az eredeti szöveg alapján,
És a különlegesség ennek a verziónak az, hogy igyekeztünk a két főhős viszonyát egy ilyen szenvedélyes tánc buli formájában megfogalmazni, ami szerintem rendkívül játékos és érzéki lett. Szóval én azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Valamint a felvételekkel kapcsolatban, hát azt tudni kell, hogy több mint 3 hétig dolgoztam ezen. Minden második nap felvételt készítettem Pina Zsoltász nevű hangmérnökünkkel. És hát mondanom se kell, majdnem, hogy egy rutin volt az életemben, hogy ez a reggelizek, munka, aztán felvétel, reggeli, munka, és volt egy fordító, volt egy egybe, szóval elképesztő kaland volt, de én azt mondom, hogy az egyik legjobb átdolgozásunk lett. Vini, akkor most reggeli közben vetted föl? Volt olyan is. Hát igen, igen, igen. Na, és akkor Csülike, korábban ugye említettük a grafikai fordítást, hogy mesélnél nekünk erről egy kicsit? Természetesen. Maga a grafikai fordítás hát bonyolultnak tűnik, de igazándiból egyáltalán nem az. A legnehezebb része talán az, amikor az eredeti képről a bármilyen másik nyelvű szöveget le kell fordítani magyarra, és a háttérből eltüntetni az eredeti szöveget, majd ezt ráilleszteni úgy a képre, hogy ne lógjon bele semmelyik karakterbe, és ne takarjon ki semmit. Az eredeti képen kívül természetesen. Igen, tehát figyeled a karaktereknek a mozgását is egy jelenten belül. Köszönöm, kisegítette a magyar nyelvtan, nem az erősségem. Semmi gond, ugyan már. Ja, hát ha már így végigmentünk a Beastars-on, akkor be is vezetném a következő témánkat, ami pedig a Hello a Boss. Nos, aki nem ismerné a Hello a Boss-t, az... Ismeritek? Na, ki ismeri? Tegyetek fel a kezeteket. Szuper! Büszkeség. Nagyon sokan ismeritek. Nagyon király. Nos, szóval röviden egy pokolban lévő disztópikus, erősen diszfunkcionális társadalomról szól, ami tulajdonképpen az ott élő pokolfajzatok életén keresztül tapasztalunk meg, és Vivian Medrano alkotta ezt a sorozatot, akiről tudni kell, hogy nem csak nyelviekben, hanem a rajzokban is igen figyelemfelkeltő és igen megosztó tartalmat osztott meg így, de mi nagyon felkaroltuk ezt a projektet, hiszen rengeteg lehetőséget láttunk benne, és imádtuk mi magunk is a sorozatot. Szóval most erről fogunk egy kicsit mesélni, és akkor felkérném Bencét, hogy meséljen arról, milyen volt Blitzó bőrébe bújni. Köszönöm szépen. Hát ezek mellett még megemlíteném azt, hogy a Hello a Boss-ban magát a vágást, a szerkesztést és magát a zörejezést is én csinálom. Ezáltal ebbe a műfajba is bele tudtam szeretni, akármennyire nehéz vagy fárasztó is nagyon szeretem csinálni. Emellett pedig ugye itt is a főszereplőnek én adom hangját, tehát én vagyok Blitzó, akinek az ót a nevében nem ejtjük. Nagyon nagy különbség van a két főszerep között, tehát Legosi és Blitzó között, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Blitzó karakterével tudok a legjobban azonosulni, mert hiszen magamat lelem föl benne, hiszen azok mellett, hogy egy aranyos és kedves, humoros karakter, még annak ellenére is, hogy sokszor kibabrál a többi szereplővel, tehát például Moxival. Nagyon-nagyon szeretem, és a legutóbbi részben is megmutatta, hogy neki is megvan a saját maga drámai oldala. Úgyhogy én ennyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Kudolja, téged kérdeznélek, aki Moxinak volt a hangja, hogy milyen volt megformálni és eljátszani őt? Moxit megszólaltatni mindig is egy külön élménynek tartottam, ugyanis én egyszerűen imádom őt. Nagyon összenőttünk egymáshoz, azt kell, hogy mondjam, mert saját magamra emlékeztet. Mert Moxit elnézve elsőre egy nagyon, hát, hogy is mondjam, butús, gyerekes karakternek tűnik, de hogyha fejben összeszedi magát, akkor hatalmas dolgokat vihet véghez. Mint például az első részben, amikor megmentette Blitzót és Millit a gyilkos családtól. Aztán azért is szeretem Moxit megszólaltatni, mert nagyon szeretem rekettes hangon túltolni érzelmekkel a mondataimat. Ez igazából a hangszálaim megbánják valamikor, mert felvétel után azt veszem észre, hogy nagyon kapar a torkom igazából. De ez nem akadályoz meg engem, mert egy idő után ez el fog múlni. Egy-két nap dolog. Köszönöm szépen. Akkor téged kérdeznélek, Fini, hogy aki Lunának volt a szinkron hangja, hogy milyen volt az ő bőrébe bújni, illetve megemlíthetnéd majd a szinkron rendezést is. Jó van, rendben. Hát szóval, amit tudni kell rólam, hogy én a csatornán első szerepben Lunát vállaltam. Hát ő nála, hogy mondjam, a legmerészebb álmaim is megvalósultak, hiszen gyakorlatilag egy tinédzserként tombolhattam.
visszaszólhattam Bunkónak, Blitzónak, és hogy is mondjam, de ugyanakkor benne van ez a, hogy mondjam, ez a ártatlanság benne, ez a gyermekiesség, egy pici pillanatokra, amikor így elpuhulnak a vonásai, egyszerűen egy élmény egyébként látni, hogy amúgy szeretik egymást, annak ellenére, hogy néha mennyire mardossák magukat így a jelentek során. És hát igen, nagyon, nagyon szeretem ezt a karaktert, és nagyon remélem, hogy a 8. részben több pillanatot látunk majd. Ezt a trailerbe, amit mi magunk is megosztottunk, láthatjuk, hogy lesznek majd izgalmas dolgok. Partizás, bulizás. Igen, igen. Úgyhogy ezt várjuk nagyon. És hát igen, a szinkronedezésről. Azért disclaimernek elmondanám, hogy ez nekünk nem a szakmánk. Tehát, hogy mi nem vagyunk hivatásos szinkronszínészek, én magam sem vagyok hivatásos szinkronrendező, viszont nagyon sok tapasztalatom van a színpaddal, és a srácok megbíznak bennem. Szóval tulajdonképpen, amikor leadtam a felvételémet, akkor a hallatára a többiek elkezdtek tanácsokért járni hozzám, hogy hogyan lehetne sokkal jobban elővenni a karaktert, hogyan lehet hangban sokkal tisztábban dolgozni, és... A lényeg az, hogy gyakorlatilag elértük így a 6. részre, hogy én rendezem az egyik dalt, illetve egy-két szereplőt. És ez annyira jól működött, és hát el se hiszem egyébként, hogy mennyi nézettségünk is van ezen a videón egyébként. A 6. részen 50 000-et nézték meg. Igen, durva. Szóval 50 000-en látták azt a videót. Ez egy egészen nagy teljesítmény, és nagyon büszke vagyok a csapatra. És így gyakorlatilag ezzel a szinkronizálása egyetemben a 7. részben már úgy vágtunk bele, hogy az összes szereplőt, illetve a dalt is én rendeztem, de emellett Wolf énekes kollégám is nagyon sokat segített a dalokban. És hát számomra ennek a szakmának a gyakorlása igen nagy ajándék, mert ilyenkor nem csak az a küldetésem, hogy a gyerekek el tudják játszani a szerepüket, hanem az, hogy egyrészt megértsék a karaktert, és megtalálják a saját hangjukat. Én nagyon sokszor tapasztaltam az életem során, hogy a hangom irányítása, kontrollálása igen sok szerepet játszik. És nagyon sokszor amúgy maga a hangadás, maga az éneklés egy gyógyító folyamat számomra, és így tulajdonképpen ez hozza a legtöbb emberbe vissza az önbizalmat, hogy elkezd foglalkozni a beszéd hangjával. És pont ezért minden egyes rendezés egy ajándék számomra, mert utána mindig kapok pozitív visszajelzéseket, hogy megerősödött a hangjuk, büszkék magukra, stb. Szegényként ne aludjál, végig itt leszünk egy darabig. Nem az van. Nem alszok, nyugi, csak... Torkon fáj picit. Ja. De az már megszokott, mindennapos. Ja, igen, ez mondjuk igaz. Még csak nem is most így játszod. Hát, még. Még nem. Vigyázz, kurva. Még sokáig én leszek. Hát igen, szóval erről így ennyit akartam igazából mesélni, és szeretném megkérdezni a többiektől, ha már így a szinkronrendezés szóba került, hogy van-e felejthetetlen pillanatotok nem csak a Hello Boss-ba, hanem többi más tém projektünkön keresztül is. Számomra a legfelejthetetlenebb pillanat az volt, amikor a Beastars első részéhez vettük fel a hangokat, és az üvöltésekkel szenvedtünk a legtöbbet, mert mindig úgy volt, hogy csináltunk egyet, aztán Kudolya mondta nekem, hogy lehet, hogy még tudsz jobbat, csak aztán elértünk abbra, hogy már este 10 volt, aztán mondtam, hogy szerintem napoljuk el, hadd pihenjek. A második pedig az volt, amikor szintén az első epizódban volt egy jelenet, hogy mond valamit egy karakter, és mindenki, aki a jelenetben van, meglepődik, és kimondja azt a szót, hogy mi. Na most alapvetően ez nem is lett volna annyira nehéz, csak annyi volt a kihívás, hogy tartanom kellett a saját hangomat, hogy nem lehetek se hangosabb, se halkabb a többieknél, mert ez egy tömegjelenet volt, csak akik hallgatták a szinkron felvételt, amikor ott voltunk bent a hívásba, mindig beszóltak valamit, mielőtt lehállíthattam volna a felvételt, és mindig elnevettem. A Tomek ugyebár beszólt. Igen. Nem is tudjuk, hogy ki. Ott ül a közönség. Hát számomra még a Beastars-ba, akik voltak ilyen legfelejthetetlenebb pillanatok. Nagyon élveztem az összeset. Hát igazából, hogyha már nem szeretne senki sem hozzáfűzni valamit, vagy Csülike, igen? Mondja csak. Ez a legjobb történet, ez ugye? Jó. Igen. Le vagyok maradva, bocsánat. Szóval,
Nekem igazából több kedvenc történetem is van. Nagyon sok vicces dolog történik egy-egy ilyen felvétel közben. Szeretnék egy kettőt megemlíteni. Az egyik egy ilyen viccesebb, a másik pedig csak azért, mert szeretem, élvezem. És az első az, amikor vettük föl Vinivel az első Dr. Who szinkronomat a csatornámra, igen, aminek a címe a Beszéd Arketemhez. Ott még eléggé zöldfülű voltam, és a felvételnél folyamatosan elhakultam a mondatok végén, és így Vini folyamatosan rám szólogatott, kedvesen, meg minden, és a vége felé már... Igen. Nem akartam elmondani dolgokat, tudod? És így... A vége felé már így... Négy órája vettünk föl kb. Vagy három, és így megszólal ennyivel, hogy megint elengedted a hangsúlyt! Én nem tudtam hol rakni ezt így hirtelen. De végül elkészült, és felejtetlen élmény. Azóta nagyon nagy mém lett amúgy. Szóval... Igen, a hangsúly. A hangsúly, igen. Azért akart elrabolni ma is. Szóval a másik pedig, amit nagyon szeretek felvenni, semmi vicces nincs ebben, csak élvezem a karaktert, átélem, ez a Dream SMB-ből Tommy Innit szerepe a Sadist animációkból, amiket a Northlight Productions-nek a csatornájára rakunk föl, Zolga barátom vezetésével. Magát a karaktert azért szeretem nagyon eljátszani, mert megvan neki is ez a vicces oldala. Jól tetted. Ügyes. Tehát, hogy profi vagy, Vini. Tehát, hogy neki is megvan az a viccesebb oldala, de ugyanakkor komoly és tetrekész tud lenni, hogyha arról van szó. Emellett legemelt a kedvencem benne a kapcsolata a Tubóval. Tehát így nagyon testvéries kapcsolatuk van is. És ez az idők alatt, hogy vettük fel a szinkronokat, a nálunk lévő Tubónak a szinkronja, Nespai, így a kapcsolatunk felemelkedett az ő szintjükre, szóval ugyanolyan jól vagyunk egymással, mint Tubó és Tommy Innit. Rendben van, köszönöm szépen. Akkor most már igazából le is zárnám ezt a beszélgetést, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Azt mondanám még igazából, hogyha valakit esetleg érdekelne a fanszinkronnak, illetve a fandomnak a világa, annak azt tanácsolnám, hogy tényleg kezdjen bele, sose adja fel. Hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor a Discord szerverenkünk keresztül akár jelentkezni is tudtok, és egy meghallgatásra akár taggá is válhattok, illetve itt a rendezvényen is megtaláltok minket, akármilyen kérésetek vagy kérésetek lenne. Szeretném megköszönni a nézőinknek, illetve az összes feliratkozóinknak, hogy minden egyes pozitív kommentjükkel és megtekintéseik, illetve pozitív kritikáikkal segítik a munkánkat. Igen. Szeretném megköszönni a Fantasy Expo-nak, hogy itt lehettünk, és én személy szerint szeretném megköszönni az összes MRT-s tagnak, hiszen most mi sem lehetnénk itt, illetve a csatorna sem tartana ott, ahol most. Úgyhogy tényleg én nagyon szépen köszönöm nektek. Mi is köszönjük a lehetőséget. Akkor köszönjük szépen, további jó szórakozást! Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük!